Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Speranza Reménység Televízió keresztutadása. A mai alkalommal, most már harmadik ízben szeretnék önöknek a bálintfalvi adventistákról egy néhány tapasztalatot megosztani. Az előző két adásban, amit az előző két hónapban 3-4 hét különbséggel sugároztunk az önök számára, közelebbről megismerhették a bálintfalvi cigány közösséget. A Kalapos Gábor cigányok élettörténete Bálintfalván, az ők megtérésüknek a története 40 évvel ezelőtt indult el, és a nyáradszerdai gyülekezetnek és az ott szolgáló presbitereknek, lelkészeknek nagyon sokat köszönhetnek. Isten kegyelméből és gondozásából ezek a cigányok fel voltak karolva, megismerték az evangélium üzenetét, és nagyon sokan dönthettek Jézus Krisztus mellett. Az idők során ez a munka továbbfejlődött, és amióta nyáradszeredában közösen szolgálhattam az ottani gyülekezettel, presbiterekkel, megismertem a bálintfalvi cigány közösséget, és az elmúlt néhány évben, amióta a TV szolgálatában együtt megismerkedhettünk a kedves televíziónézőkkel, az ottani munka nem állt meg. Így Bálintfalván most imaházat szeretnénk építeni, és ebből a célból, adománygyűjtés céljából is, és a tapasztalatok megosztásának céljából is készítettük el ezeket az adásokat. A mai alkalommal is meghívott vendégem Madaras Márton presbiter testvér, aki nagyon sokat dolgozott a bálintfalvi cigányokért, és akivel az előző két adásban is elbeszélgettünk különböző tapasztalatokról, megtérési történetekről. Isten hozta keresztút adásába, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm a meghívást, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. A mai alkalommal szeretnék egy néhány képet bemutatni a kedves televízió nézőknek, és mindegyik képnél egy néhány gondolatot megosztani, majd egy néhány kérdésben visszatekinteni, megemlékezni bizonyos eseményekről, és ugyanakkor két interjút is meg fogunk tekinteni. Az első képen a bálintfalvi adventisták úgymond férfi csoportját láthatjuk. Ezelőtt 4-5 évvel készülhetett ez a fénykép a bálintfalvi kultúrházban, de a következő képen már és képekben azt láthatjuk, hogy kikkel szolgáltunk közösen és próbáltunk meg evangelizációs sorozatokat, bibliaórákat tartani, nem csak Bálintfalván, hanem a környéken, Búzaházán, Havadon, Csíkfalván, és ezeket a fényképeket szeretnénk most bemutatni azok számára, akik részt vettek az akkori sorozatokon, és a kedves televíziónézők számára. Itt Madaras Márton presbiter testvér látható a képen, amint Búzaházán tart egy előadás sorozatot. Aztán a következő képen Szabó Ernő presbiter, aki a Szent László imaházban tartott sorozatot, és minden évben több helyen és több alkalommal tartottunk sorozatot, házanként is, Rupikánál. Ez a kép egy nagyon szép emlék, amikor estéről estére több mint 70-en gyűltünk össze az ő házánál, a Búzaháziak, és fényképen megörökítettük ezt az alkalmat. De a bálintfalvi kultúrházban is, amikor még nem volt felújítva a kultúrház, már elkezdtük a sorozatokat, és mindig telt ház volt. Tehát látszik itt ezen a képen is, hogy épp ki van festve a kultúrház, de még a padló nincs felújítva, a körülmény még kezdetleges. És olyan vendégeink voltak a közelmúltban, mint dr. Magyarosi Barna, lelkipásztor, az Inter-Európai Divízió titkára, aki eljött és meglátogatott bennünket, vagy Bala Lóránd lelkipásztor, a hetednapi adventista egyház román uniójának etnikai ügyosztályvezetője, vagy ugye ezen a fényképen látható Kazán Vasile karmester is, aki a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia valamikori igazgatója volt, és nem egyszer ellátogatott ebbe a közösségbe is, a nyáradszeredai zenekarral zenés estét és programot szervezett, illetve a sorozatok alkalmával együtt voltunk. De olyan személyeknek is megköszönhetjük ennek a munkának a fejlődését, mint a Cserei család, Cserei András és Cserei Irmuska, akik megint sokat fektettek be ebbe a projektbe, vagy más lelkipásztorok, mint Veres József lelkipásztor, aki éppen az idei évben
tartott evangelizációs sorozatot a kedves feleségével Bálint falván. És természetesen, hogy ne emlékeznénk meg Bíró András lelkipásztorról, aki most már az 5. éve, hogy a lelkész a Nyárádszerdai gyülekezetnek, és igazából közösen végeztük el ezt a munkát, ezt a projektet, és ő mindenben a segítségünkre volt, támogatta ezt a munkát, és köszönjük neki ezt a közös munkát, illetve a fényképen középen amerikai vendégünk is, Kádár Győző testvérünk látható, akivel az egyik alkalommal egy péntekestéli alkalmat, szombati alkalmat töltöttünk el. De nem csak az evangelizációs sorozatok voltak nagyszerűek a bálintfalvi közösség életében, hanem minden szilveszter este, minden újév estén összegyűlt a közösség, és ezen a képen is látható, hogy milyen szép számban gyűltünk össze, énekeltünk, imádkoztunk, tapasztalatokat osztottunk meg több éven át. Ez most már egy másik fénykép, ami ugyancsak egy újév estéjéről készült, és ugyanakkor ezekkel az alkalmakkor, amikor összegyűlt a közösség, sor került a gyermekáldási pillanatra, momentumra is. Itt ezen a fényképen a fiatal férfiak láthatóak a gyermekekkel, akikkel előre jöttek és áldást kértek. Ugyanakkor egy másik évben, ahol már az édesanyákkal együtt, több család is az újszülöttekkel, az abban az évben születtekkel áldást kértek a Jóisten részéről, és imában kértük ezt az Úrtól. Minden egyes alkalom, legyen szó evangelizációs sorozatról, vagy újévi alkalomról, vagy bármilyen ünnepéről, a Gábor testvérek, cigány testvérek nagyon nagy örömmel fogadták, és ez a torta is mutatja azt, hogy nagyon sok alkalom így végződött, így lepték meg azokat, akik elmentek és szólták Istennek igéjét. Hogyan vélekedik Márton testvér visszatekintve erre a jó néhány évre, mondhatjuk évtizedre is, hiszen a Nyárádszerdai gyülekezet nagyon sok éve, most már 40 éve, hogy foglalkozik a Gábor testvérekkel. A képek többet mondanak a szónál. És nagyon szép történet dióhéjban összefoglalni ezt a történetet, a bálintfali testvérek történetét. Ezek az előadások, a sorozat általában télen van, ugye? Mert akkor van idő, akkor van alkalom. És eszembe jut egy kedves lelkésznek, Barta Balázs név szerint, a lelkésznek egyik mondása, aki valahogy úgy mondta, hogy a léleknek télen van a nyara, és nyáron a tele. És úgy megmaradt az akkori testvérek, és ezt többször hangoztattam. És ezt a gondolatot onnan vette, hogy abban az időben, amikor ő munkálkodott, az emberek a mezőgazdasággal foglalkoztak, és tapasztalható volt, hogy a hívő embernek se jut annyi ideje a lelki élet gondozására nyáron, mint télen. Na most ez valahogy igaz a bálintfalvi testvérekre is. És ezek az sorozatok, ezek az előadások, amint mondtam, télen a legalkalmasabbak. A Gábor testvérek is egész nyáron távolban vannak, határon túl dolgoznak a megélhetésért, majd decemberben hazajönnek, családdal együtt vannak, örvendnek, ünnepelnek, és ezek az alkalmak kiváló alkalmak az evangelizálásra. Az Úr Jézusnak van egy nagyon szép mondása a Máté evangélium 13. fejezet 8. versében, amikor beszél a jó földbe esett magról. És azt mondja, némely terem 100 annyit, némely 60 annyit, némely 30 annyit. Na most ez valahogy a mi életünkben is, a hit életünkben ez valóság, mert lehet, hogy nem minden mag termi meg a 100%-ot, ha bár mi emberek azt várjuk, hogyha valaki megtért, akkor legyen tökéletes, legyen 100%-os. De Isten elfogadja a 30%-ot is a megtérés tekintetében, mert innen csak növekedni lehet. És ezt a növekedést lehet látni és tapasztalni a bálintfalvi testvérek életében. Úgy, ahogy említetted, az összejöveteleken 100-150 személy talán szűknek bizonyult a kultúraton, és még azok
mellett a nevek neve mellett, akit említettél, akik előadást tartottak, még ott volt Balla Lóránt testvér, ugye, lelkész, akkor ott volt Demeter Dániel testvér, és lehetne sorolni azokat a testvéreket, amely, és akiknek az előadása tényleg, és az az íge, és azok a sorozatok, a témák, úgy tapasztaltuk, hogy sok ember, sok Gábor testvérnek a szívében a jó talajra esett, és meghozta a gyümölcsöt. Egyiknél többet, másnál kevesebbet, de növekedés van. Ezekre a gyümölcsökre visszatekintve azt látjuk, hogy ki is fejeződött, nem csak szavakban, hanem keresztségi alkalmak is voltak, nem kevés. Ezekből egy néhányra visszatudunk tekinteni képekben is. Ezek az alkalmak felemelőek voltak, hiszen a gyülekezet is lelkes volt, amikor nagy számban készülődtek ezek a keresztelendők a keresztségi alkalomra, és néha meglepő volt az ők buzgóságuk, az ők hozzáállásuk, mert olyan őszintességgel és komolysággal álltak hozzá ezekhez az alkalmakhoz, amely meglepte még a magyar embert is, hiszen elmondhatjuk azt, és mivel közelről ismerjük őket, hogy nem a tömegszellem jegyében voltak ezek a keresztségek, hanem egyéni döntések születtek mindegyik család, vagy mindegyik személy életében, és így alakult ki egy csoport. Amikor bejelentettük, hogy keresztségi alkalomra lehet készülni, akkor ezek természetesen soron következtek, és megvolt egy feliratkozási időszak. És még a feliratkozási időszak után is voltak olyanok, hogy úgy döntöttek, hogy szeretnének megkeresztelkedni. Hogyan emlékszik vissza Márton testvér ezekre az alkalmakra, és azokra, amelyeken kikérdeztük a keresztelendőket, hiszen bizonyságot kellett tegyenek ismeretükről és megtérésük tapasztalatáról is. Csak szép emlékeim vannak ezekről az alkalmakról. Több csoportot készítettünk fel, ugye Nyárhatszeredában. A legutolsó, hát nem a legutolsó, mert utána még voltam, de kimondottan Gábor testvérek, akik voltak, az januárban voltam. Felkészítettük őket, de nagyon buzgók, nagyon lelkesek voltak. Mikor a bizottság kikérdezte, tényleg meglepő volt a bizottsági tagok számára, hogy versengtek akkor, amikor egy kérdés feltevődött, hogy ki adja meg a választ. Román nyelven, magyar nyelven, mint a két nyelv működik náluk, és valójában az a buzgalom, és az a vágy, hogy meg szeretnének keresztelkedni, és egy más életet élni, nagyon nagyon látszik, és amint mondtam, a bizottság is megjegyezte a lelkészsel együtt Bír András testvérrel, hogy hát rég nem volt ilyen buzgó, és ilyen csoport, aki így fel legyen készülve a keresztségre. Ugye a gyümölcs az abban is megmutatkozott, hogy nagyon sok területen kifejezték az érdeklődésüket ezek a testvérek, és a gyermekeiket is szerették volna nevelni, tanítani. Éppen ezért bibliai oktatásban is részük volt. Szombaton, hétköznaponként a gyerekek beiratkoztak az Olvasd el először a Bibliát programba, és ezek közül, a gyerekek közül bibliákat is nyertek egyesek, akik kitartottak mindvégig, és volt olyan közülük, aki nem csak az Új Szövetséget, vagy az Ószövetséget olvasta volna el egy év alatt, hanem a teljes Bibliát is. Nagyon tudtuk ezt értékelni. De amint ezt már említettük még másodásban is, zeneelméletet és zenei téren is próbáltunk segíteni rajtuk, és a feleségem volt az, aki foglalkozott ezekkel a fiatalokkal, elkezdte tanítani őket, és zongorán is, úgymond inkább szintetizátoron, elektromos zongorán megtanultak játszani. Ma már haton is képesek a zongora elé ülni, az orgona elé ülni, és elkísérni a különböző énekeket, ez megint egy nagy nyeresség a közösség életében. És ezen a képen, ami most következik is látható, itt vannak a fiatalok mind, akik vállalkoztak erre a programra, és 3 év alatt sikerült, hogy megtanulják azt, ami számukra nem is volt olyan egyszerű, mert a házi cigányoknál nagyon érthető az, hogy hát ők zenészek, énekesek, hangjuk van, míg a kalapos cigányoknál ritkaság a zenei hallás és a zene tudása.
A következő személy, akit szeretnénk egy pozitív példaként bemutatni, az nem más, mint Tocsi és az ő felesége. Mit tudunk elmondani Tocsiról és az ő feleségéről, az ők megtérésük történetéről, tapasztalatáról? Tocsit ismerem egész gyerekkorától, ismerem a családi életet, helyzetet, és sokszor gondoltunk, és én személyesen is gondoltam arra, hogy mikor következik be a válás. Mert a Gábor cigányoknál ez szinte olyan hagyomány, hogyha nem lesz gyerek, akkor válás a következménye. És a kitartó bizalom, a hit, az ima meghozta a gyümölcsét. Nem csak Tocsi, de így időben, majd 17 évről beszélünk, azt hiszem, 17 évig voltak együtt, és nem lett gyerek, ma már két szép kislányuk van. Még más eset is van, például, ha megemlíthetném azt, hogy az egyik laborban voltunk a feleségemmel, és jött két ismerős, a nevét nem kell megmondjam, férfi és nő, és az orvost járták az analíziseket, és kérdem, hogy mi áradban vagytok, s hát azt mondja, nem lesz gyerekünk, és úgy néz ki, hogy válás lesz belőle. Kitartottak ők is, és ma két gyerekük van nekik is. És még lehetne sorolni ezeket az eseteket, akit személyesen ismerek, és tudom, kikről van szó. Hát egy igazi tapasztalat mindannyiunk számára, nem csak az övéké, hanem a miénk is, hogy mit jelent az, mikor valaki hűséges, valaki kitart, hogy akkor, amikor az orvosok azt mondják, hogy lehetetlen, Istennél nincs lehetetlen. Ha Tocsira gondolok, és az ő feleségére, eszembe jut, amikor ezelőtt, hát körülbelül 9 évvel, 8 évvel ellátogattam hozzájuk, és elbeszélgettünk, megkérdeztem, hogy mi az egyik legnagyobb vágyuk és gondjuk. És elmondták, hogy ketten vannak már 17 éve, és nincsen gyerek a családban. És megkérdeztem, hogy miért nem keresztelkedtetek meg eddig? Hát a valóság az, hogy ők jártak mindig is az imaházba, csak halasztották, és igazából az élet gondja miatt, és az anyagi küzdelem miatt, és az anyagi befektetéseket, amelyeket az orvosokra költöttek, abban az értelemben, hogy a családot tudják bővíteni, elvette az ők energiájukat, lehetőségeiket arról, hogy az imaházba is járjanak, és komolyabban oda szentelődjenek. És akkor azt mondtam nekik, hát miért nem keresztelkedtek meg, és bízatok a Jóistenre ezt a helyzetet. És valójában akkor imádkoztunk, és nagyon meglepő volt, ahogy Márton testvér is említette, hogy azonnal válasz érkezett az imára, és amikor már a keresztelő medencében volt a felesége Tocsinak, akkor már terhes volt, megszületett az első kislányuk, és mára már két kislány boldog édesapja és édesanyja ez a pár. Ezek a tapasztalatok felrázták és megerősítették nem csak azt a családot, hanem az egész közösséget, bennünket is nyárat szeredában, mikor ilyen tapasztalatokat hallottunk. Egy másik történet, egy másik tapasztalat az Fekete Rupival van. Esetleg egy néhány szót, hogyha mondana Márton testvér Fekete Rupiról is. Először a fiait ismertem meg, Pujut, meg aztán később Magyit, amit még nem ismertem. Később ismertem meg, mert nem volt kapcsolat. Azt tudtam, hogy kivel rokon, kikkel rokon, Tibiékkel, ugye testvér, és azt is tudtam, hogy főleg amikor beteg volt, és komoly műtéten esett át, azt hiszem, tehát szívműtét és bypass nem is egyszer volt megműtve, és jöttek a fia, a Pulyus, mondták, hogy milyen nagy beteg az édesapjuk. Aztán Pulyus is, meg a családja, meg kereszteket, aztán Matyi is, aztán Fekete Rupinak a felesége is járt, aztán ő is jött az imaházba. Ugyanakkor neki volt egy nagy szenvedélye, nem tudom, ha csak egyet lehet említeni, mert az egyhez mindig társul valami,
a cigaretta, de még ez még mindig, vagy kávé, vagy még más egyéb is, és erről ettől nem tud megszabadulni. Ez valójában egy nagy bilincs azoknak, akiket rabul ejt ez a szenvedély. És egy nagy akadály volt az ő számára ez mindig, ha bár tudta azt, különösképpen a műtés az operálás után nem volna szabad cigarettázni. Tudta, és én úgy tapasztaltam, hogy minden ember tudja, hogy nem szabad. Csak valahogy annyira gyenge az emberi akarat, hogy nem tud elválni, vagy ettől a szenvedélytől nehezen szabadulnak meg. Hát megkeresztelkedett Rupi is 2017-ben. 2017-ben keresztelkedett meg a feleségével. Sajnos ma nincs közöttünk, mert a betegség ugyanaz, amire megoperálták, egy adott pillanatban elhalálozott. Amit el lehet mondani, ahogy mondtam a kezdetén is, minden megtért ember két életről beszélhet. Beszél egy előző életről, beszél egy megtérés utáni életről. Hát neki is a második élete, azért azt lehetett látni, hogy szabad ember, megszabadult a szenvedélytől, de ugyanakkor lelkes is volt. Emlékszem a Fekete Rupi testvére, amikor egyik alkalommal a kultúrból mentünk haza, és megkérdezte, hogy nem-e ülhet be az autóba, mert szeretne valamit mondani, és mondom, természetesen üljön be, és hazavittem. Azt mondta, hogy imádkozzunk, mert neki van egy nagy szenvedélye, a cigarettázás, nem tud arról lemondani, de szeretne megkeresztelkedni. Akkor ismertem meg közelebbről Fekete Rupit, imádkoztunk, és egy évre rá, vagy másfél évre rá, az említett dátumon 2017-ben valójában megkeresztelkedett, és egy különleges tapasztalat volt az ő esetében is, hogy miután meghozta a döntést, erőt is kapott a Jóistentől, és nem esett többet vissza ebbe a szenvedélyébe. Azért azt is el tudjuk mondani, és itt kiegészítve ezt a gondolatot, lehet, hogy Márton testvért megelőzöm ebben a kérdésben, hogy az ő második megtért élete, az már egészen máshol tett bizonyságot. Emlékszem, hogy abban az évben, amikor eldöntöttük, hogy imaházat építsünk, és a családok feliratkoztak egy bizonyos összeggel, akkor ő volt az, aki házról házra eljárt minden családhoz, és azt mondta, hogy hát miért várjunk mi a szeredai gyülekezetre? Miért várjunk mi a szeredai presbiterre, lelkészre? És különböző összegeket gyűjtött össze családonként, és akkor vásárolták meg az imaházhoz a szükséges téglákat. Volt, aki kölcsönpénzből adta oda a részét, de senki sem mert Fekete Rupinak nemet mondani, mert egyfelől egy idősebb személy volt a közösségben, másfelől nagyon tisztelték, és harmadsorban az Isten ügyéről volt szó. Hát szép emlékek ezek, és most a következőkben szeretném, hogyha Fekete Rupinak a fiával, Pujúval tekintenénk meg egy riportot, és néznénk meg azt, amit elmond az ő megtéréséről Pujú. Következzen a riport. Pujú testvér, hogy ismertétek meg az Úr Jézust, mióta vagytok adventisták, milyen a ti megtéréseteknek a története? Az én megtérésem az volt, hogy 13 éves voltam, mikor kezdtem járni az imaházba, nyárat szeretába. Vannak néhányan, akik akkor időben voltak adventisták a Bálintfalván, velük kezdtem járni, és tanulmányoztam évekkel keresztül a nyárat szeredába. Többször is voltam feliratkozva a keresztségre, mivel gyerek voltam még, de az Úr Jézus segítségével megdöntöttük akkor, hogy 2008-ban megkeresztelkedtünk. A leckéket megtanultunk nyárat szeredába, viszont mivel nagy volt a többség, és több helyről is voltak keresztelendők, Marosvásárhelyen a sportcsarnokban keresztelkedtünk meg 62-en, 2008-ban május vége felé. Na most, hálásak vagyunk a Jóistennek ezért az alkalommal, hogy megkeresztelkedtünk, nálunk az egész család keresztelendők van keresztül, és
Megköszönjük az Zonnak ezért, és megköszönjük a nyáraszeredai testvéreknek, különösképpen Madaras Márton testvérnek, Szabó Lacinak, és a többieknek is, akik sokan evangelizálták Bálint falván, és segítették bennünket az Úr útjára. Milyenek most az istentiszteletek Bálint falván? Hogy érzitek magatokat a kultúrházban, amikor összegyűl a közösség Istent imádni? Nagyon jó. Öröm számunkra, hogy minden péntek esten és szombaton is van istentiszteletünket, és mindig van alkalom imádni az Urat együttesen a testvérekkel. Ez egy öröm számunkra, hogy fejlődünk nap mint nap. Gyermekeitek megtanultak, vagy gyermekeid megtanultak a zongorán is énekeket elkísérni, a közösséget ezzel támogatják és vezetik az énekeket. Milyen út volt ez? Könnyen megtanultak-e, hogy látod, mennyire vált ez javára a családodnak, illetve a gyülekezetnek? Ez sokkal segített bennünket, mert többen gyerekek is vannak, akik zongorásznak, és nálam is vannak gyerekek, akik zongorázik, és ezt köszönjük szépen önnek, a mondta lelkésznek és a feleségének, aki sokkal foglalkozik velünk ezzel kapcsolatosan. Ez egy előny számunkra. A jövőben olyan tervünk van, hogy amit elkezdtünk, be is fejezzük, imaházat építünk, és szeretnénk a jövőben ott találkozni Isten imádására. Ez mennyire lelkesít téged, a családodat, hogy látod, meg tudjuk-e valósítani ezt a tervünket, mi szükséges ahhoz, hogy el tudjuk végezni ezt a munkát? Elsősorban imádatra van szükség, és segítség is van szükség fizikailag is, mert nagy épület, imaház készítünk, és az Úr segítségével odaállunk mi is, és van szükség még pénzre is ahhoz, hogy felépüljen ezt az imaházat. Hiszünk azt, és reméljük, hogy minél hamarabb megteljesül ezt a imaháznak a felépülését. Az előző képek nagyon szépen bemutatták azt a folyamatot, ahogy az Úr Jézus Krisztust elfogadták a bálintfalviak, és itt van ez a csoportkép, a bálintfalvi épülő imaháznak az alapján, amelyet a múlt évben készítettünk, december 10-én, ha jól emlékszem, egy szombat reggel 9 órai kezdett el. Nagyon nagy öröm volt a közösség életében, hogy megszületett ennek a tervnek a lehetősége, és elindultunk ezen az úton. De ez a kép már mutatja azt az elképzelést, amit szeretnénk megvalósítani, és most már a falazás is elkezdődött, és remélem, hogy az ősz folyamán még vissza fogunk tudni térni a televíziónézők számára egy klippel, hogy mennyit is tudtunk haladni a munkálatokkal. Pujú és családja is elmondták azt, hogy milyen fontos az imaház építése a falu közösség számára, és most egy újabb családot szeretnénk bemutatni. Ez nem más, mint Tibornak a családja. Ugye Tiborról azt el tudjuk mondani, hogy ő testvér volt Fekete Rupival, testvér volt Gabival, akivel egy előző adásban készült riportot tekinthettünk meg, és Tocsival, akik 17 év után megkeresztelkedtek, és az Úr megáldotta őket gyerekkel. Egy néhány gondolatot, ha mondhatnánk Tiborékról. Majdnem mindenkiről elmondhatom, hogy nagyon rég ismerem. Így Tivit is egész gyermekségétől kezdve ismerem. Visszaemlékszem arra a kicsi szerény fiúcskára, aki járogatott az imaházban, barátságos volt, és olyan jó benyomást keltett mindenkivel, akivel beszélt. Különösképpen sokat beszélt Sanyival, ugye az öcsémmel, mert ők korban is hasonlóak. És a mi helyünk, a Szabó Mihely, az a főtéren volt, és bármikor jött fel Szeredába, bejött Sanyihoz, és beszélgettek vele, Sanyival. Hát Tibort is, ugye, mint a többi testvértem, a próba, a kihívás nagyon megviselte, mert ideje korán, tehát még gyerekek voltak, és elveszítették édesapjukat. És én visszaemlékszem arra, amikor meghalt az édesapjuk, mert az édesapja testvér Rupival, Minya Rupival, ugye, és emlékszem, hogy el voltak
szomorodva, és milyen nagy gyász volt, hiszen váratlanul halt meg. Tibi, ő nagyon hűséges volt, és nagyon fogékony, nagyon tanulékony volt, és ez végig kísérte, mert lehet látni és tapasztalni azt, hogy mennyire kulturált a Biblia olvasásában, meg a Biblia kezelésében. Tibor 1988-ban keresztelkedett meg feleségével, már meg volt nősülve, azt hiszem a 22 éves lehetett, és a képen látható az a csoport, akikkel együtt keresztelkedett meg. Itt van Csizmadia Tibor, akkor itt van Nagy Mária, és Nagy Máriával kapcsolatban még annyit megemlíthetek, Szallós testvér volt nálunk akkor a lelkészem, és mondta, hogy lesz egy keresztség, és neveket sorolt fel. És mi Nagy Máriát nem tudtuk, hogy ő meg fog keresztelkedni, mert személyesen ő készítette fel. És mikor ezt a nevet hallottuk, úgy csodálkoztunk, mert Nagy Mária egy népszerű asszisztens nő volt, és az akkori életvitel szerint élte az életét. És egy igazi nagy döntés volt, ezt zárójelben mondom, igazi nagy döntés volt az ő részéről, hogy megkeresztelkedjen. Itt a zárójelt bezárom, és folytatnám Tibivel. Hűségesen jártak az imaházba, és úgy, ahogy tudjuk, ugye a hitélet, amilyen az hullámvölgyeken vezet, hol az anyagiakkal kapcsolatban, hol a lelkiekkel kapcsolatban, nem hiába, hogy a jóföldbe esett magot is az Úr Jézus a hozamat úgy értékeli, hogy 160 vagy 30 annyit hoz. Mai napig ugye szép családja van Tibinek, és az egész család meg van keresztelkedve, a közösségünknek tagja, és hűségesen látogatják a közösséget, sőt, nagyon támogatják az imaház építését. A fényképen látható a jobb oldalon, a jobb szélén Tibor, és előtte ül a felesége Katica. Hát látogassunk el akkor most hozzájuk, és kérdezzük meg őt, hogy hogyan is élte át azokat az időket, amikor elkezdte látogatni az imaházat, milyen volt az ő gyülekezetbe való járása és a megtérésének a története. Köszöntelek Tiborit nálatok, fiaidat, Mátét és Jankót, Katicát, a feleségedet és az egész családot, unokáidat, lányodat is, menyedet is, menyeidet. Köszönöm, hogy fogadtatok, és bizonyságot tudsz tenni te is a mai alkalommal hitedről, és hogy hogyan ismerted meg az Úr Jézus Krisztust. A stúdióban Márton testvérrel már elmondtunk egy néhány gondolatot rólad és a családodról. Te hogyan látod, hogyan élted meg az elmúlt éveket, és azt, ahogyan megismerted az advent hitet? Köszönöm szépen, és köszönöm szépen az alkalmat. Köszönjük a Istennek, hogy ilyen csodálatos élményben van részünk. Hát a megtérésem úgy történt, hogy gyermek voltam, 12 és fél éves, majdnem 13 éves voltam. Édesanyámmal elmentem Nyáradszeredába, a kicsi vonattal, mert akkor itt működött a kicsi vonat. És délben, mikor jöttünk hazafelé, az imaház előtt valami zenét hallottam, gyermek lévén nem tudtam, hogy mi történik. Megálltam, s tetszett nekem, a fúvó zenekart énekelt, egy csodálatos éneket, hogy ragyog jobb honunk a távolból. Végigálltam, édesanyám ment lassan a vonathoz, és mikor odaérkeztem édesanyámhoz, mondom, kik ezek itt, ki énekel? Azt mondja, hát ezek a szombatosok, úgy mondta akkor még. Na, jól van, hazaérkeztünk, és mondom édesapámnak, édesapám, Szeredában hallottam egy olyan szép éneket, mondta édesanyám, hogy szombatosok, elengeded, hogy szombaton menjek az imaházba? Azt mondja, nagyon szívesen engedlek. Na, adod nekem pénzt, elkészültem, és elindultam én, Rupi bátyám, s a liánya Mundra, elmentünk Nyáradszeredába az imaházba. És onnan kezdtük eljárni az imaházba, nagyon fogadtak bennünket, nagyon szerettek bennünket, és hálát adunk a Istennek, azóta nem maradtunk el.
hány évvel ezelőtt volt, hiszen az előző adásokból már elmondtuk Rupi bátyádnak a megtérésének a történetét, és tudjuk, hogy ő 40 évvel ezelőtt keresztelkedett meg. Akkoriban, vagy azután nem sokkal kezdtél te is járni a gyülekezetbe? Hát mikor már megkeresztelkedtek, azelőtt már jártunk az imaházba. Én 43 éve, hogy járok az imaházba. Milyen élményeid vannak azokból az időkből, hiszen sokszor elmondod, hogy az ifjúságba be voltál kapcsolódva egészen, Sármásra is ellátogattatok a sármási adventista gyülekezetbe, ifjúsági programmal, tehát gyakorlatilag te része voltál az akkori ifjúságnak a nyáradszerdai gyülekezetben. Hát igen, mikor először elmentem az imaházba, kaptam egy új Bibliát Nagy Dénestől. Egy csodálatos élmény volt számomra. Kezdtem olvasni, és mikor látták a szeredaiak, hogy minden szombaton ott vagyok, a serdülőosztályba befogadtak, mikor elmentek programmal, engemet is elvittek. Én nagyon jól éreztem magamot, és így, mint gyermek, engem az vonzott először, mert hiába mondjuk azt, hogy már tudtam mindent a Bibliából, vagy értettem, hogy mit jelent az adventista hit, még nem értettem. De a szeretet, a szeredai vonzalom az vonzott engem, hogy járjak a gyülekezetbe. Jankót szeretném kérdezni, a fiadat, arról, hogy milyen élményei vannak gyerekkorából, amikor mentetek az imaházba. Mert tudom, hogy miután aztán megnősültél, továbbra is az imaházat látogattátok, és a teljes családdal ezt megtettétek. Milyen emlékeid vannak, Jankó, a gyülekezetbe való látogatásról? Hát nagyon szép élmények, csodálatos élményeink voltak gyerekkorunkban, többi gyerekekkel, szombatiskolába, tehát szép, csodálatos élményeink voltak. Köszönjük az Úrnak. Röviden válaszoltál, de tartalmasan. Tibor, melyek voltak a legnagyobb kihívások az életedben és a megtérésed történetében? Esetleg olyan kimagasló esemény, amikor érezted, hogy a Jóisten megérintett, megszólított és vezetett téged? Hát el kell ismernem azt, hogy én szerettem az imaházba menni. És volt egy idős Nagy András bácsi, amikor mindig tanított, mindig jártak le Bálintfalán többekkel, és az az élményem volt, mikor megértettem valamennyibe, hogy Istennek mi a terve velünk, és a cigányokkal kivételesen, hogy szolgáljunk a Jóistennek, és hogy nyerjünk örök életet. Ez egy, hogy is magyarázzam most így, akkori eszemmel én szívemből jártam, szerettem járni az imaházba. A kihívás az volt, mikor 15 éves koromban meg akarta keresztelkedni engemet, és mondja Nagy András bácsi, ne, Tibi, ne keresztelkedjél meg, mert ha megházasodsz, akkor ha kapsz adventista liánkát, jól van, de ha nem, akkor ki kell zárjunk, vagy lesz fegyelem. Inkább a feleségeddel járj el az imaházba, amikor az Úr megsegít, hogy házasodjál meg. Mondj egy néhány szót Katicáról. Emlékszem a vonatos sztorira, amikor az édesapja talán haza akarta vinni. Egy néhány szóban, ha elmondanád, hogy is volt, hogyan tartottad meg a feleségedet? Hát aposom és a családja nem voltak adventisták, utána lett belőle az abnyosom, a sógorom. Hát persze fiatalok voltunk, és tudja, minden háznál vannak koccanások, vannak problémák, vannak nézeteltérések, és egyszer jött az apjas, azt mondja, na, én elviszem a lányomat. Nem tudtam beleszólni, és vesz is, elviszi, hogy váljunk el. Felültek a kicsi vonatra, és mikor a kicsi vonat elindult, Katica másik felén leszállott. És akkor így a második állomásnál kereste, hogy hol a lányos. Nem volt, és mondták az emberek, a másik felén leszállott. Na, egy hét múlva elmentem vele a Katicával aposomnak, és kacagott. Az mondja, na, a Jóisten tükteket egymásnak rendelt, én nem avatkozok többet benne. Egy kicsit úgy voltunk, mert mikor felmentünk, mi nem ettük már a disznyóhús náluk, ők ették, és sokszor haragudott, hogy hát még nem vagytok megkeresztelkedve, egyetek. És Katica felvállalt azt, hogy már mikor összeálltunk, mert nem ettük a disznyóhúst egyáltalán, és ez volt a kihívás, az a... Tudom azt, hogy a nyáradszerdai gyülekezetben egy olyan cigány esküvő volt, amiben a
bevárták a fiatalok a megfelelő kort, és a te fiad Máté és a menyed Lili voltak ezek a fiatalok. Mátét szeretném megkérdezni, hogy nehéz volt kivárni azt az életkort, ami jogilag is lehetőséget adott a házasságkötésre és a gyülekezetbe is, hogy legyen meg ez az alkalom? Hát nem volt nehéz. Hát ha jó Istennek a Bibliában benn van, hogy elfogadjuk, és akkor az ember bízik Istenbe, nem nehéz, és megáldott három gyermekkel, áldva legyen az ő neve. Röviden szeretném, hogyha elmondanád azt, hogy az egyik szenvedélyedről hogyan tudtál lemondani a kávézásról. 2-3 perc lehetőségünk van erre, hogyha el tudnád mondani, milyen tapasztalaton vezetett keresztül a jó Isten. A munkám során eljutottunk Magyarországra, és piacoztunk. Nagyon hosszú utakat tettünk meg, és használtam a kávét. Minden reggel megittam 2-3 kávét, és úgy indultunk neki az életnek. És a Székely Bertalanban volt egy sorozat, ami Lover Harver volt Amerikából egy misszionárus. A Dániel és a jelenések proféciát tartotta, és a szenvedélyekről volt szó, a szivarról, a kávéről, a drogról, az italról. És akkor én eldöntöttem, mikor hazamentünk, hogy na, én le fogok mondani a kávéről. De nem tettem azt a szót, hogy ha jó Isten megsegít, vagy Isten segítségével. Én éreztem magamat olyan erősnek, hogy na most én le fogok mondani a kávéről. És közben nem sikerült. Másnap elmentünk, és ugyanazt a prédikációt tartotta. És az mondja, na, én biztos vagyok benne, hogy valaki eldöntötte az életébe, hogy lemond valamilyen szenvedéséről, de nem tettétek azt a szót, hogy ha a jó Isten megsegít. És aki eldöntött, hogy valamiről lemond, megkérem szépen álljon fel, de csak az álljon fel a székből, aki eldöntötte, hogy valamiről lemond. Hát képzelj el, az egész terem felállott, mindenki, aki le volt ülve, felállott, felemelte a két kezét, és egy-két-három mondat volt az egész imája, hogy jó Istenem, te látod a szíveket, te vizsgálod meg őket, és a te szent lelked hozzon döntés az ő életükbe, hogy tudjanak lemondani ezekről a dolgokról. Engem átjárt egy olyan hideg rázás, de én rögtön tudtam, hogy a Szentléleknek a átjárás volt, és hazamentünk, lefeküdtünk, és éjfél tájban olyan 12-1 óra körül. Hárman voltunk testvérek, és ott voltunk a gyerekeinkkel, ott voltunk az asszonyainkkal, házbérbe, és napkelettől egy kar jött felém. Én mintha tudatos lettem volna, hogy mi történik, nem ijedtem meg, nem ébredtem erősen fel, de tudatában voltam így a gondolkozásommal, hogy valami történik. Eljött, és a fejemet megérintette, és kétfelé nyílt a fejem, és én láttam így az agyamot, olyan volt, mind a pocsoly, amikor esik az eső. És így az ujjával kezdte leszedni az agyamról a kávésalakot. Addig szedte le, amíg az agyam tiszta fehér volt, és az erek elindultak a vérkeringést. Utána megérintett így a mellkasomba, belső részemnél, egészen a lábaimig minden salakot az erekből kivett. Utána csak megérintett, visszaállt minden a helyére, és eltűnt. És reggel, mikor felébredek, már az asszonyok fel voltak ébredve, csinálták a kávét. És engem nagyon rosszag ütött meg az a kávészak, és mondom a Rupinak, a testvéremnek, hogy nézd meg, Rupi, milyen álmot láttam. Ott volt Gabi is, ott volt Rupi is. És ezek kacagták, de Rupi nagyon komolyan vette az álmot, és egy komoly kihívásnak mondta, ez egy komoly álom, Tibi. És mikor a kávét jobban megéreztem, kifutottam a házból, és egy olyan hányingerem lett, hogy én mindent kihánytam. És megmosakodtam, visszamentem, és mondom, figyeljetek ide, nem tudok ígéretet tenni a jó Istennek, mert lehet, hogy holnap megiszom a kávét. De ha jó Isten megsegít, és imádkozunk, az én számba több kávé nem jön. Hány évvel ezelőtt? És hálát adok a jó Istennek 20 éve, hogy elmúlt februárban, hogy én kávét nem iszok. Köszönöm, hogy eljöttünk hozzád is, és elmondtad ezeket a szép gondolatokat. Tudom, hogy egy ígét is szeretnél felolvasni, és akkor ezzel zárjuk az interjút. Szeretnék egy, hát két Biblia szöveget szeretnék, ha megengedi.
a roma beliekhez szeretnék olvasni, a 12. rész, ami minden szöveg kedvencem, de aminek alapján megtértem, és Nagy András bácsi sokat tanított engemet. A roma beliekhez 12 részt olvasom, az 1 és 2 verset. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket, élő szent és Istennek kedves áldozatul mind a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy vizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Így annyit szeretnék mondani, hogy nekünk a cigányoknak, és gondolkoztam, hogy nem csak a cigányoknak, minden embernek, aki a világból jön, és nincsen a Biblia a kezébe, vagy ha van is a Biblia, és nem tér meg, és nem keresztelkedik meg, ezen a fázison át kell menjen. Sok hagyomány, sok szokás, sok problémától el kell váljon, hogy Istennek egy tetsző életet éljen. És kivételesen, mikor cigányok, a Jóisten megáldott minket úgy, hogy a Biblia a kezünkben van, a Szentírás, és ennek alapján mi meg kell változnunk. Mert ha nem változunk meg, és nem hagyjuk el a szokásainkat, ami nem egyezik Isten akaratával, de nem csak a cigán szokás, minden nemzetiségnek vannak hagyományai és szokásai. Isten azért adta a Bibliát, hogy megcsiszoljon minket, megfedjen, megdorgáljon, és megjobbítson, hogy örök életre jussunk. És ha mi ezeket cselekszük, akkor egy csodálatos ígéretünk van a Bibliából. A János jelenések 21 résztől azt mondja, és az Isten eltöröl minden könnyet az ők szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a királyi székben ül vala, íme mindent újját teszek, és mondanékem, írd meg, mert te beszédek hívek és igazak. És mondanékem, meg lett. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én a szomjahozónak adok az életvizének forrásából ingyen. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Én azt ajánlom mindenkinek, aki megnézi ezt a felvételt, hogy persze, Isten nem tilt meg senkit, hogy ne legyen háza, ne legyen vagyonja, vagy ne legyen, ami van. De minden Isten áldása. És hogyha Istennek akarunk szolgálni, ez a mi célunk, és ez kell legyen a mi élet zsinór mértéke, hogy azt az ígéretet, amit Isten ígért a Szentírásba, és hogy az egyszülő fia meghalt életünk, hogy Isten megvalósítsa azt a tervit az emberekkel, hogy üdvösséghez jussunk, és örök életet nyerjünk. És ez az én vágyom a családommal, a gyermekeimmel, és mindazokkal, akik oda készülünk. Isten áldjon meg benneteket, Tibor. Köszönöm nagyon szépen a lehetőséget, és kívánom mindazoknak, akik látnak bennünket, hogy közel az Úr Jézus, és térjünk meg addig, amíg késő nincsen. Köszönöm önöknek, hogy velünk tartottak, nem csak ebben az adásban, hanem az elmúlt 3 adásban, amelyet 3-4 hét különbséggel sugároztunk, és 3 alkalommal is beletekinthettünk a bálintfalvi Kalapos Gábor cigányok életébe. A bálintfalvi közösség megtérésének története most már 40 éves, és 40 évvel ezelőtt keresztelkedett meg Rostás, az első Gábor cigány, a nyáradszeredai gyülekezet gondozása által. A Jóisten vezetése és áldása nyomán ma több mint 70 megkeresztelt tag van, de gyakorlatilag a gyülekezetbe 120-130-140 lélek jár. Ez a gyülekezet fizikai értelemben nem létezik, mint épület, hanem most szeretnénk imaházat építeni, de gyakorlati értelemben, közösségi értelemben létezik, hiszen a kultúrházban találkozunk minden péntek este és minden szombaton délelőtt. Ebben a 3 adásban szerettük volna elmondani azt, hogy hogyan is dolgozik a Jóisten az ők életében, az ők életükben, és azt is szerettük volna elmondani, hogy mindazok, akik szeretnék támogatni ezt az ügyet, megtehetik, keressék meg az adventista lelkészeket, és azokon keresztül elküldhetik azokat az adományokat, amelyeket gondolnak, vagy a reklámvideóban feltüntetett telefonszámon keresztül is megtalálnak bennünket, és elküldhetik adományaikat. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Isten áldását kívánom mindannyiuk számára, a viszontlátásra. Több mint
40 év telt el azóta, hogy Bálint falván, Erdély egyik kis falucskájában megtért az első kalapos cigány, Rostás. Az advent hit reménységét nyárátszeredai és marosvásárhelyi hűséges misszionáriusok vitték el. Azóta közel 100 cigány tért Istenhez, megértve Istennek akaratát és megtapasztalva áldásait. Miután 4 évtized alatt növekedtek hitben és Isten ismeretében, folyamatosan látogatták a nyárátszeredai adventista imaházat, élvezve az advent közösség befogadó szeretetét és támogatását. 3 éve azonban már a helyi kultúrházban gyülekeznek minden szombaton Isten tiszteletre. Isten megszaporította őket, és imaházat szeretnének építeni, ahol méltóképpen imádhatnák Istent. Habár minden helyi család komoly összegekkel támogatta az építkezést, már a terv megszületésétől kezdve még mindig nagy szükség van a támogatásra a munka befejezéséig. Ha tehetik, kérem támogassák velünk együtt ezt a tervet, és segítsük anyagiakkal a bálintfalvi adventistákat, hogy megépíthessék az imádságházát Bálintfalván. Támogatásaikat jelezhetik a 0745-182-281-es telefonszámon, illetve a megjelenő kontszámra küldhetik el adományaikat a donáció címszó alatt. Isten áldja meg a bálintfalvi adventistákat és önöket!